És ha példát nézünk a külföldi nyugati országokban, akkor azért azt látjuk, hogy ott a polcokon 15 féle alaplé is akár ott sorakozik egymás mellett, tehát hogy ott van hagyománya is. Itthon meg még azért ez nem jellemző. Úgyhogy volt egy ilyen irányú motiváció is a részemről, hogy ezt azért tegyük ismerté, és ha nem is azt mondom, hogy edukáljuk az embereket, de hogy tegyük hétköznapivá és elfogadottá, mert hogy egyébként nem csak ízében teszi gazdagabbá az ételt, hogyha alaplevet használunk, hanem hogy tápanyagban is gazdagabb. És összehasonlíthatatlan akár az, hogy mondjuk valami vízzel készül, vagy alaplével készül, mondjuk egy leves esetében, vagy egy főzelék esetében, már ez a kettő így önmagában hatalmas különbséget jelent, és akkor amit említettél, hogy alaplevet vagy leves kockát használunk, hát az meg nem csak ízvilágában, hanem nyilván egészségügyi szempontból is pláne nagyobb különbséget jelent. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton ül mellettem újfent. Sziasztok! És mielőtt bemutatnám a mai vendégünket, a szokásos szolgálati közleményünket mondanám el egy kis változtatással, tehát továbbra is arra kérjük azokat az olvasóinkat, akik még nem regisztráltak a 24.hu-n, hogy ezt tegyék meg, már csak azért is, mert lesznek olyan tartalmak az újságban, amit csak regisztráció ellenében lehet majd elolvasni. És akkor a mai vendégünk pedig Király Éva, az Alaplé bár tulajdonosa. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Ja, én köszönöm, nagyon örülök, hogy itt vagyok veletek. Sziasztok! Rögtön az elején kezdjük azzal, ami szerintem a legtöbb ember fejben felmerülhet, amikor először találkozott ezzel a névvel. Az Alaplé bár azt jelenti, hogy én bemegyek, és ott 20 óra lehajthatok egy jó kis húsleves alaplevet egy feles pohárban, vagy ennél azért kicsit bonyolultabb? Hát, ha 20 óra szereted meginni, akkor feles poharat is kaphatsz. Például a kóstoló poharunk az körülbelül olyan nagyságú, de egyébként nyilván persze, ott helyben fogyasztása is abszolút lehet, van többféle kiszerelésünk, 3 decis meg 4 decis poharas kiszerelés, sokan helyben is fogyasztják, leülnek, egy kicsit ott időznek, elkortyolják a finom alaplevet, vagy erőlevet, vagy nem is tudom, ugye ennek többféle szinonimája is lehet akár, de hát természetesen elviterle is egy literes, illetve fél literes az a hőkezelt változat, tehát ilyen kiszereléseink is vannak. Igen, tehát nem ez a gyakoribb, amit most én mondtam, hanem inkább a vagy ízesített, tehát leves formájában, ugye, vagy pedig elviterre. Igen, nagyobb kiszerelés formájában, hogy otthon is föl tudják használni, vagy hát nyilván ugye ez azért frissen készül mindig, de az, amit melegen adunk az üzletben, az azért 3-4 napon belül érdemes azt elfogyasztani. A hőkezelt változatok azok nyilván hosszabb ideig eltarthatóak szobahőmérsékleten felbontás előtt, de igen, többet viszik a nagyobb kiszerelést, pontosan ebből az okból kifolyólag, hogy otthon a főzéshez is használják. Kicsit térjünk vissza, időben ugorjunk vissza, úgy értem, oda, hogy honnan jön egy ilyen ötlet, mert az Alaplé szerintem klasszikusan az, amivel ezerszer találkozunk receptekre, egy csomószor a fejünkre is csapunk, hogy basszus, hát persze, akkor ezt most honnan fogom előkeríteni, és akkor előkerülnek a leves kockák, meg az ehhez hasonló dolgok, amik majd beszélhetünk róla, hogy mennyiben hasonlíthatók egy jó Alapléhez, de hogy valahogy nem gondolná az ember, hogy ez egy ilyen bár formájában, vagy ez nem minden esetre nem egy bevett gyakorlat, legalábbis Magyarországon, hogy ezt ilyen módon is kívánatossá lehet tenni, vagy így üzleti vállalkozásra lehet tenni. Tehát neked ez hogy jutott eszedbe? Igazság szerint nem is innen közelítettük meg ezt, hogy most a leves kockát váltsuk ki, és nem is a receptekből kiindulva, hogy mert egyébként ez tényleg így van, hogy jó, végy hozzá fél liter, egy liter ilyen-olyan alaplevet, hát oké, de honnan szerzek alaplevet hozzá? Tehát, hogy amennyire gyakran találkozunk vele,
az indítatás mégsem ebből fakadt. A végzettségem dietetikus, és a munkám során étkezési terápia részeként a terápiás csontlevest, ha nevezhetem ezt így, akkor azt javasoltuk sokszor, sok esetben, számos jótékony élettani hatása van. Kifejezetten egyébként emésztőrendszeri érintettség esetén nagyon javasolt az ilyen hosszú ideig főzött kollagénfehérjében gazdag csontleves, pontosan abból adódóan, hogy a kollagén egyébként ugye nyilván egy ilyen kenő, regasztó anyagként bevonja a vékonybél belső nyálkáját, vagy a hámfalat, és akkor ezáltal javítja ott, és a felszívódást is tudja hatékonyabbá tenni, tehát hogy innen indult, pontosan úgy, hogy amikor jöttek vissza kontrollra mondjuk az ügyfelek, és akkor megkérdeztem, hogy és akkor iszátok-e, iszod-e a minden nap otthon mondjuk az alaplevet, akkor különböző kifogások jöttek, hogy nem szeretném szagolni, nem merem otthagyni éjszakára, nincs időm ezzel foglalkozni. Úgyhogy így valahogy egy idő után összeállt bennem az, társítva azzal, hogy egyébként is volt egy olyan késztetésem, hogy valamit létrehozni, alkotni, így ez a két dolog így összeért, és akkor arra gondoltam, hogy hát ezt akkor miért nem főzhetnénk mi az embereknek meg, hogy ő neki kényelmes legyen, és csak be kelljen jönni, és akkor hazavigyék. Tehát egy csomó gondot leveszünk az emberek válláról ezzel, úgyhogy tulajdonképpen innen indult, és emellé jött időközben az, hogy egyébként meg hát a főzéshez is, ugye a séfektől halljuk leginkább, ugye, hogy ilyen-olyan fantasztikus alapleveket használnak, de hogy akkor ezt a hétköznapi ember is, és tényleg a mindennapokban tudja használni. És ha példát nézünk a külföldi nyugati országokban, akkor azért azt látjuk, hogy ott a polcokon 15 féle alaplé is akár ott sorakozik egymás mellett, tehát hogy ott van hagyománya is. Itthon meg még azért ez nem jellemző. Úgyhogy volt egy ilyen irányú motiváció is a részemről, hogy ezt azért tegyük ismerté, és ha nem is azt mondom, hogy edukáljuk az embereket, de hogy tegyük hétköznapivá és elfogadottá, mert hogy egyébként nem csak ízében teszi gazdagabbá az ételt, hogyha alaplevet használunk, hanem hogy tápanyagban is gazdagabb. És összehasonlíthatatlan akár az, hogy mondjuk valami vízzel készül, vagy alaplével készül, mondjuk egy leves esetében, vagy egy főzelék esetében, már ez a kettő így önmagában hatalmas különbséget jelent, és akkor amit említettél, hogy alaplevet vagy leves kockát használunk, hát az meg nem csak ízvilágában, hanem nyilván egészségügyi szempontból is pláne nagyobb különbséget jelent. Tehát eddig az alapléről úgy beszéltünk, mint hogyha ez egy egységes íz lenne, de nem csak egyféle alaplé van, ha jól sejtem. Nem, hát egyébként tényleg rengetegféle alaplevet lehet csinálni. Nálunk, ami van, nyilván a legismertebbek ugye csirke alaplé, marha alaplé. Tehát általában, akkor alapléről beszélt, tehát, hogy egy receptben látjuk azt, hogy alaplé, akkor ilyenkor mire kell gondolni? Ilyenkor ránk van bízva, hogy most akkor ez marha vagy csirke, vagy pedig azért lehet sejteni, hogy az esetek többségében azért csirkére gondol, most csak mondok valamit. Elsősorban szerintem a recepttől függ, hogy milyen étel készül belőle. Tehát nyilván egy karakteresebb, vagy akár vörös húsból készült étel esetében a marha is tökéletes választás lehet, de a leggyakoribb esetekben inkább a zöldség alaplé, vagy a csirke alaplé, ezeknek lágyabb íze van, kevésbé karakteres íze van, úgyhogy inkább ezeket. Ugyanakkor ami megint csak egy kicsit specifikusabb, a hal alaplé is ugye ott lehet a repertoáron. Nekünk még nincsen, nekünk ugye a zöldség alaplé van, ami 5 órán keresztül fő, a csirke és a marha alaplevünket 15 órán keresztül főzzük, ami azért már szép szerintem, főleg így, hogy azért nem ez a bevett szokás otthon sem, amikor a vasárnapi húsleves készül, tehát hogy az is 3-4 óráig fő jó esetben. Úgyhogy a csirke, marha, zöldség alaplé van, és most például van egy-kettő olyan újfajta alaplevünk, ami egyelőre hőkezelt formában elérhető, de a vad alaplevet is most behoztuk, ami szezonális lesz, hiszen maga az vad alapanyag sem folyamatosan elérhető, úgyhogy ez egy új termékünk, és a csirke alapléből pedig készítettünk egy úgynevezett alacsony FODMAP csirke alaplevet, ami azt jelenti, az alacsony FODMAP, és itt megint csak bejön ugye a szakmai része, a dietetikus voltam, hogy vannak olyan alapanyagok, ami emésztési problémát okoz, úgynevezett fermentálódó szénhidrátok,
amik puffadást és ilyen különböző emésztőrendszeri tünetet okoznak, például a fokhagyma, hagyma vagy a káposztafélék hüvelyesek is sok ilyen fermentálódó szénhidrátot tartalmaznak, és nagyon sok ember érintett ebben, és akinek már olyan mértékű a problémája, hogy egy ilyen speciális úgynevezett alacsony FODMAP étrendet kell rövidebb-hosszabb ideig tartania, az ő számukra például ez egy tökéletes alternatíva lehet. És a hosszú ideig főzés, ugye most itt említetted, hogy mit mennyi ideig főztök, és az tényleg azért jelentősen hosszabb, mint ahogy általában otthon szokta az ember. Ez mit jelent? Intuitíven vannak feltételezéseink, vagy feltételezéseim nekem is arról, hogy ez miben gazdagabb, de hogy akkor is szakmailag leírva, mitől jobb egy 15 órán át főzött alaplé, mint egy 3 órán át főzött alaplé? Nyilván, hogy sokkal több lesz benne a kifőtt kollagénfehérje és az egyéb mátrix anyagok, amik még a csontokból kifőnek, és akkor itt lehet gondolni egyéb aminosavakra, glicinre is akár, úgyhogy vagy egyéb olyan mikrotápanyagokra, nyomelemekre, ásványi anyagokra, tehát elsősorban ezek főnek ki nagyobb mennyiségben, hogyha hosszabb ideig főzzük, de nyilván a csontoktól függ, meg az állattól függ az, hogy a csontok méretétől is függ az, hogy van egy maximum időszak, tehát mondjuk nem feltétlenül gondolom, hogy egy hal alaplevet a 24 órán keresztül kellene főni, mert eljutunk egy idő után egy maximumra, amikor már nem fog belőle több tápanyag kifőni. De ez a 15 óra a csirkemarha esetében az ideálisnak tűnik a marhát, egyébként lehetne még tovább is főzni. Egyébként én mielőtt még a vállalkozást elindítottuk, otthon én úgy főztem a húslevest a családnak, hogy szombaton reggel fölraktam, és akkor abból vasárnap délben lett ebéd húsleves, úgyhogy én régen is úgy csináltam, hogy egy napig azért főztem otthon. Voltam olyan bátor, hogy ott hagyjam éjszakára. Ha ezeket részleteznénk, akkor például a csirke, vagy marha replé, az pontosan milyen részéből készül ezeknek az állatoknak? Különbséget tudunk tenni egyébként, hogy ez nem húsleves. Ugye azért itt néha így keverednek a fogalmak, de ez nem feltétlen probléma, de hogyha így nagyon, nagyon tudatosan akarjuk, vagy hát így nagyon szakmailag megfogalmazni, akkor ez a csontleves, vagy az erőleves ahhoz hasonlít a leginkább. Tehát, hogy az állatnak a csontos, inas, porcos részeiből készül, hiszen ezekben a részekben találhatóak leginkább ezek a jótékony kollagén típusú fehérjék, és nyilván valamennyi hús rész, tehát ilyen húsos csont, tehát kicsi hús nyesedék is van rajta, de hogy elsősorban a csirke esetében a csirke szárny, a csirke nyak, a csirke láb, ezekből a részeiből a marhánál meg gyakorlatilag az egész marha belekerül egy-egy ilyen főzésbe, tehát a marhatért például, úristen, hát ez tele van ilyen kollagén fehérjével, úgyhogy és akkor meg a zöldség, illetve a halhalaplé esetében ezt hogyan lehet kibővíteni, vagy kivontani? Halalaplevünk az nincsen még, ugye, úgyhogy abban ilyen jellegű tapasztalatom nincs, de nyilván ott is ugyanígy lehet, hogy a fej részében. Milyen hajból csinálnak vajon? Tengeri vagy? Szerintem bármilyen. Tehát, bármilyen? Hogy igazából egyébként ez olyan gyakorlatilag, mint egy recept, hogy így a saját ízlésed szerint is tudod alakítani. Tulajdonképpen nincsen szerintem egy ilyen előre megírt irány, amit követni célszerű. Feltehetően ugye, ami az adott területen könnyebben elérhető, ez így változik a világ különböző pontjain a hal esetében is. Ugyanúgy lehet egy folyami halból, vagy egy tavi hal csontjaiból is főzni jót. Hát ha nézzük meg a halászlevet, ugye akár a karácsonyi halászlevet, tehát az is ugyanúgy nagyon jól be tud kocsonyásodni. És igazából ez a lényeg benne. És a zöldségalaplé? Ez most már befejezem. A zöldségalaplénél, a zöldségalaplé esetében 5 órán keresztül főzzük az alaplevet, nincs is több időre szükség. Tehát ennyi idő alatt bőven kifőnek a zöldségekből azok a vitaminok, ásványi anyagok, és az ízanyag is egyébként, hogy abból egy ilyen nagyon jó kis gazdag zöldséglé legyen. És hogy milyen zöldségek konkrétan ilyen esetben? Az alapgyökér zöldségek, a húsleves zöldségei, sárgarépa, fehérrépa, petrezselyem, zöld, zellergumó, zellerzöld, ugye benne vannak a hagymafélék is azért a zöldség alaplében, a vörös hagyma, a fokhagyma, és nyári időszakban egy pici paradicsomot is rakunk azért bele. Úgyhogy ezek. Hát ez az a csomag, amit a boltokban szoktak is így árulni együtt lecsomagolva, hogy ez ebből akkor kiváló alaplé főzhető. De ha már az alapanyagokról és a kiváló alaplé főzhető mondat elhangzott, akkor itt korábban több szomelié is volt a műsorban, és
időnként felmerült az a tévhitnek bizonyuló elképzelés, hogy hát a fröccsöt azt a rossz borból kell csinálni, mert a jó bort azt tisztán isszuk, és a rossz borból meg a fröccsöt csináljuk, vagy a nem annyira jó borból. És hát ezt ők egyértelműen cáfolták, és az alaplével kapcsolatban is van egy ilyen feltételezés, hogy hát azt az ilyen mindenféle maradékanyagokból, ami már semmire nem jó, azt beledobjuk, és akkor majd abból készül a jó kis alaplevünk. De ha jól értem, akkor ez nem teljesen így van. Nem feltétlen így kell csinálni, tehát nálunk koncepció az, hogy igenis jó alapanyagokból följön. Hát nyilván attól függ, hogy ugye az állatnak a különböző részeit mire használjuk föl. Most a színhúst ugye felhasználják a séfek, háziasszonyok, tehát bárki, aki főz vele, és akkor megmaradott a csontos rész, ami esetleg neki fölösleges lehet, de hát abból hát nekünk meg kifejezetten az a jó alapanyag. És itt inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy ugye maga az állat és maga az az alapanyag honnan érkezik, és milyen körülmények között élt, mert ugye az ebből a szempontból sem mindegy. Úgyhogy mi is nagyon törekszünk arra, hogy olyan csontokhoz jussunk, és olyan forrásból szerezzük be, ahol organikus környezetben, mondjuk a marhák esetében füvetlegelnek a marhák. Tehát ugye ez abszolút a végeredményben meglátszik, és erre tényleg nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen fontos. Dietetikusként nem tudok más mondani valóban, amit megeszünk, azért az fog bennünk hasznosulni, és most nem akarok ilyen általános idézeteket mondani, de hogy éppen ezért mi is erre nagy hangsúlyt fektetünk, és hát lehet, hogy valakinek ez egy ilyen maradék kvázi, és nem tudná felhasználni a saját maga szükségére. Nekünk meg ez az alapvetés. Térjünk akkor most rá magára az alaplébárra hajoltam, most már kettő is, két üzlet ezek is van. Hogyan jutott akkor el odáig, hogy meg volt ez a gondolat, meg volt, tehát az alaplé, mint olyan, az már foglalkoztatott téged egy ideje, és hogy ebből hogyan lesz bár, és hogyan lett konkrétan pont ott, miért pont ott, miért pont ezeken a helyeken, és hogyan sikerült ez? Egyébként még arra nem is válaszoltam, ugye, hogy mondtátok, hogy miért pont a bár formátum lett. Gondolkoztam ezen, gondolkoztunk közösen, mert végül is ez egy családi vállalkozás, hogy és akkor inkább elmesélem most, hogy az egész ötlet hogyan épültek, és a folyamatok hogyan épültek egymásra, mert ugye egyrészt én otthon már, ugye, ahogy mondtam is, hogy főztem a családnak a levest, és amikor a tágabb család, az öcséim, édesapám, édesanyámék is jöttek, akkor ugye a családi ünnepek alkalmával így többször beszélgettünk erről, ők mindig nagyon szerették ugye a húslevest, vagy ugye a levesemet, és aztán egyszer felvetettem egy ilyen családi ünnepségen, hogy mi lenne, hogyha úgy megosztottam velük ugye a vállalkozási ötletemet, és a kisebbi köcsém ilyen irányú végzettséggel rendelkezik, és cégeket is vezet, úgyhogy ő elővette a kockáspapírt, és akkor osztott, szorzott, számolt, és a végén azt mondta, hogy végül is van ebben realitás, próbáljuk meg. Oké, jó, de akkor mi lesz a következő lépés? Jó, hát teszteljük le. Mikor teszteljük le, hol teszteljük le. Ez ősszel volt egyébként, pont egy ilyen születésnapi családi összejövetelen, és akkor kitaláltuk, hogy hát jön az adventi időszak, ott, ahol lakunk, adventi vásár van, hát akkor menjünk le, főzzük meg, és akkor menjünk le, és nézzük meg, hogy az emberek hogyan reagálnak rá. A falu egyébként, vagy a hely, ugye, akik szervezték az adventi vásárt, nagyon örültek egyébként nekünk, és ténylegesen a forralt bor árus mellett megkaptunk egy ilyen standot, és akkor vittük le, kóstoltattuk az emberekkel, akik imádták. Tehát, hogy már ott rögtön nagyon pozitív visszajelzés volt, ami azért hát nyilván segítség volt, és adott egy olyan lendületet, hogy jó, hát akkor ennek kerítsünk egy hivatalos formáját, akkor csináljunk egy céget erre. Ugyanakkor egy picit megakasztotta a folyamatot az, hogy ez 2019 karácsonya előtt volt, tehát hogy utána ugye tavasszal 2020-ban jött a COVID, a nagy lezárások, minden, és mi már akkor elkezdtünk keresni helyet. Hol keresünk helyet? Néztük a belvárosi helyeket, ugye 5. kerület, 6. kerület, nem igazán találtunk olyat, ami jó lett volna, és akkor egyszer szembe jött velünk a Fény utcai piacon, a jelenleg ugye az az üzlet, amit először megnyitottunk, de nem tudtuk a hirdetést, mert már valaki kivette. Hát sajnáltuk nagyon, és akkor eltelt egy-két hónap, és valahogy egyszer csak ugye a COVID nagy lezárás volt, és egyszer csak megint megjelent a hirdetés nyár elején, újra fölhívtuk őket, és akkor
akkor meg már viszont meg tudtuk nézni, és gyorsan le is csaptunk rá, és akkor júliusban csináltuk a céget, és onnantól kezdve gyakorlatilag november közepéig, végéig készültünk a megnyitásra, és végül is akkor így 2020 novemberében az őszi lezáráskor. Igen, és akkor egy csomóan kérdezték is, hogy úristen, tehát hogy ezt hogy képzeltétek, hogy minden bezár, és akkor ti akkor fogtok elkezdeni egy vállalkozást, de ebben nyilván segített az is, hogy akkor csak elvitelre lehetett ugye vinni, tehát hogy nem magát a folyamatot, teljes folyamatot akasztotta meg ez az egész helyzet, úgyhogy így végül is el tudtunk indulni, és célközönség is azért volt, akikhez szólnítottunk pont azért, mert ugye dietetikusként meg az egész gondolatisága, ugye már eltalált embereket, akik nagyon örültek neki, és aztán egyre inkább szélesebbé vált a vásárlói réteg, az érdeklődő réteg. De egyébként ez az alaplébár műfaj, említetted már. Ja, hogy... igen, és most nem is mondtam el megint csak, hogy az alaplébár miért az lett. Azért, mert ugye nem tudtuk, hogy milyen formában nyilvánuljon ez meg, és akkor ugye eszembe jutott az, hogy hát ugye az emberek reggel rohannak, viszont a reggeli kávézás az ugye ez egy eléggé rutinszerű, vagy rituálészerű dolog is, igen, úgyhogy mi lenne, hogyha ezt kb. Úgy adnánk, mint a kávét? Mellesleg egyébként nyilván láttam ugye, hogy külföldön, Amerikában ez például létezik? Ez trend. Tehát Amerikában igen. Van egy ilyen alaplébár trend. Hát meg az, hogy a reggel azt iszod a kávé helyett. Aha. Inkább ebből indult nekem, hogy ugye hogy azt láttam különböző felületeken, és akkor gondoltam, hogy próbáljuk meg így, tehát hogy ennek legyen egy ilyen kis bázisa, ahova be lehet jönni, ott lehet lenni, időt tölteni, jól érezni az embernek magát, és akkor onnan elmenni, ugyanúgy jó érzéssel lehet majd visszatérni. És egyébként is rohanunk, tehát hogy akkor dietetikusként van egy hozzáállásom a reggeli kávéhoz, az éjgyomorra, igazából ez azért nem kifejezetten egészséges az emberi szervezet számára, főleg, hogyha ez rendszeresen történik, tehát hogy abszolút akkor ez így ilyen adekvált volt, hogy legyen egy olyan alternatíva, ami kifejezetten jót is tesz. És vannak, akik reggel tényleg bemennek, és egy alaplével kezdik a napot? Be is jönnek, bár hát nyilván a nyitvatartási idő ezt meghatározza, tehát, hogy nem kora reggeltől vagyunk nyitva, és akkor így ezt nem tudtam így fölmérni, de nagyon sokan, akik mondjuk otthon fogyasztják, azok ezzel indítják a napot. Akár kúraszerűen, tehát már az is jó, nem feltétlen minden nap, de hogy sokan, persze, abszolút, igen. És akkor egyébként ez úgy tűnik, hogy működni látszik ez a fajta üzleti modell. Persze ilyenkor ötletekben azért rengeteg minden jön nekem így időről időre, és az elején is sokkal-sokkal több ötletem volt, mint amit aztán végül megvalósítottunk, mert azért figyelni kellett az igényekre is. Tehát hiába találtam ki ilyen-olyan tökéletes, hiper-szuper ízesítéseket, meg plusz hozzáadott anyagokat, hogyha mondjuk azt nem veszik meg. Külföldön is láttam erre példát, hogy aztán itt a tojássárgájától kezdve a különböző algafélékig, tehát hogy a különböző gombák, tehát olyan sok mindennel lehet még turbózni, extrázni. Tehát ez akkor olyan, mint az ilyen trendi kávézóknak a macsával, és a nem tudom én mivel színesített meg, felturbózott. Lehet. Igen, lehetne. Igen, de aztán végül is úgy alakult ki, hogy erre így azért nem feltétlen van igény. Kicsit azért mondjuk nyilván bonyolultabbá is tenni a mindennapi működésünket. Mik a legnépszerűbb ilyen kiegészítő fűszerezések, amivel mondjuk így az alapleveket fel tudjátok kicsit, vagy amit szeret a közönséget? Igen. Jelen pillanatban 6 féle ízesítésünk van. A top ízesítésünk az úgynevezett keleties, ami ilyen elég intenzív, kicsit csípős is a keleti táj tomjám leves ízvilágát adja. Azt nagyon-nagyon szeretik egyébként, annak ellenére, hogy azért elég csípős. Ezen kívül shiitake gombával, petrezselyem zölddel van egy ilyen gombás ízvilág, van egy magyaros, ugye nyilván a fűszerpaprikával, hagymával, tejföllel, borssal. Aztán van egy ilyen zöld, ébredősnek hívjuk, és ez kifejezetten ugye mondjuk így a kávé alternatívájaként, ami megszületett, mert ebben van macsateapor, spirulina algapor, zellerzöld, petrezselyem zöld, úgyhogy
Úgyhogy ezt tényleg egy azért is neveztük el az ébredősnek. És ez akkor mondjuk egy csont alaplébe belekerül? Igen, tehát maga az, igen, tehát az ízesítés, gyakorlatilag ezek az összetevők, amivel ízesítünk, azokat turmixoljuk, és azok is ilyen folyékonyak, amit hűtőben tartunk, és akkor különböző arányban egy picike megy belőle a pohárba vagy az üvegbe, és arra jön rá a választott alaplé, amit a vásárló hozzá választ. És akkor ennek van még egy, van egy ilyen citrusos, amiben a citrom lime, petrezselyem zöld frissessége van benne, és a céklakvászos is van. Az pedig fermentált céklalé, amire rákerül az alaplé még pluszban. Úgyhogy egyelőre ezek vannak. És akkor ezek már így önmagukba fogyaszthatók, vagy ezek inkább egy levesnek az alapjául szolgálnak? Maga az alaplé, tehát amit mi natur alaplének hívunk, a csirke, a marha, tehát az ízesítéseink nélküli alapleveinket hívjuk mi natur alapleveknek, azok is már önmagukban fogyaszthatóak. Tehát, hogy arra törekedtünk, hogy ne ez a klasszikus értelemben vett alaplé legyen, mert nyilván a főzés szempontjából az ugye kevésbé intenzív vagy összetett ízű, de mondjuk, ha ide bejön valaki és azt inná, ami az alaplé valóban, akkor ez azért kevés lenne, és nem feltétlen lehetne fogyasztható, úgyhogy ezért mi eleve már önmagában ezeket olyan úgy fűszerezzük, hogy finom legyen, mint a húsleves leve tényleg, tehát hogy az átszűrt leve, és akkor erre extraként jönnek ezek a különböző ízesítések. Egyébként azokból a keleties, tehát ez a tomjám jellegű, a gombás, meg mondjuk a magyaros, az, sőt, akár a céklakvászos is leves alapnak abszolút használható, tehát a céklakvászos például a borscsleveshez, ugye a magyaros egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tejfölös burgonya leveshez, a gomba ízesítésű, egy gombakrémleveshez, vagy sült húsokhoz is egyébként ilyen gombás szósznak például, és hát nyilván mondjuk a keleties az pedig egy mondjuk egy hozzáadnak valami, mondjuk egy ilyen kis rákot, valami kis zöldséget, egy jó kis rizstésztát, és akkor kb. Kész a jó kis tápláló tomjámleves. Tehát, hogy ezeket így közvetlenül lehet használni. Az eltarthatósággal mi a helyzet? Mert ugye ilyenkor az is kérdés, hogy sokan nagy mennyiségbe készítik, ugye általában, ha mondjuk otthon készít valaki alaplevet, akkor a lefagyasztás a cél, de hogy például a frissessége ez az alaplének számít, mert ugye egy csomó ételnél ez nagyon sokat számít, hogy egészen frissen fogyasztod-e, vagy pedig fagyasztva esetleg, vagy már állt egy napot, vagy nem tudom, ilyesmi, ez az alaplénél mennyire számít, és egyébként a fagyasztás az mennyire változtat-e bármit azon, hogyha azt aztán kiolvasztom, akkor abból kiveszik-e valami, vagy pedig teljesen ugyanolyan értékű, mint amikor frissen megfőztem. Fogyasztás nélkül célszerű nyilván minél frissebben megfőzni, tehát azért azért csontlevesnek nem tesz jót. Nyilván semminek nem tesz jót, de ott azért elég gyorsan a különböző folyamatok felgyorsulhatnak. Úgyhogy ezt azért néhány napon belül érdemes, ha a hűtőben is tartja az ember a frisset. De a fogyasztást nagyon jól lehet fogyasztani, és egyébként a visszaengedés, tehát a visszaolvasztás során nem veszít igazából a tápanyag tartalmából, meg az állaga sem változik, úgyhogy nagyon jól lehet használni, hogyha valaki fagyasztja, abszolút, igen. Arra egyébként nektek van valamilyen, akár ilyen anekdotikus szinten tudásotok, mert nyilván nem készítetek ilyen statisztikákat, hogy hányan vesznek nálatok úgy, hogy ők főzési célból veszik, vagy hányan csak ilyen kávétípusú fagyasztásra? Valóban nincsen erre ilyen jellegű statisztikánk, bár egyébként nagyon jó lenne. Abból tudunk kiindulni, amit gyakorlatilag a törzsvásárlóink így visszajeleznek különböző felületeken, de nagyon sokan viszik haza, és többségben vannak azok egyébként, akik, ha kis mennyiségben is, de hogy otthon használják föl különböző féleképpen. Igen, 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 igen. Többen vannak szerintem. Te mikor használtál utájára a leveskockát? nem tudom megmondani. Egyébként régen se használtam nagyon. Tehát, hogy ez a vegeta, meg ez a hagyományos leveskocka, ez nem volt nekünk. Bocsánat, nem tudom, hogy a vegetát ki lehet-e mondani. De hogy ez nem volt otthon jellemző. Ami mondjuk korábban így jelen volt, voltak ezek a reform ilyen ételízesítők, ami kurkumával, meg szárított zöldségekkel volt, abból régen azért volt, hogy használtam.
de hát nem tudom, tehát évek óta szerintem nincs otthon. És amióta elindult a bár, azóta főzöl otthon még a laplét, fölteszed szombat este, vagy te is onnan viszed már haza? Hát igen, én is onnan viszem. Azóta nem nagyon főztem én se otthon ilyen húslevest, úgyhogy persze a saját terméket fogyasztjuk mi is otthon. De egyébként viszont én nagyon sokat használom, tehát hogy ennek is kiapadhatatlan gyakorlatilag a felhasználási területe, mert bármihez, amihez egyébként valami folyadékot, vagy egy kicsi vizet lehet adni, vagy kell adni, azt ki lehet váltani, akár teljesen, akár részben alaplével. Tehát, hogy komolyan a rizs főzéséhez is használok alaplevet, szóval. És a hal bizonyos szempontból körülményesebb, azért nem vettétek még fel a repertoárba, vagy csak elindultatok a Magyarországon legbevettebb, legtradicionálisabbaktól? Hát igen, elsősorban azért, mert nyilván azokkal indultunk, amire nagyobb igény lehet, viszont időről időre megkapjuk a kérdést, hogy és mikor lesz hal alaplé? Nem tudom, mert azért kényesebb nyilván, de nem vetettük el ezt az ötletet. Előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogyha nem is folyamatosan, és ugyanúgy csak időszakosan, mint akár a vadalaplevet, vagy mondjuk akár csak a karácsonyi időszakban, de előrukkolunk majd egy hal alaplével. Igen, itt akkor a halat az mindenki nagy hát halevővé válik karácsonykor. Igen. Aztán az év egyéb részeiben mert még nem. De egyébként ez sajnálatos. Mert azért nálunk is van egy csomó jó hal, és nem feltétlenül akkor tengeri halat kell lenni, nyilván annak is megvan az előnye, de hát rengeteg olyan halaink vannak, ami tök jó lenne fogyasztani rendszeresen. Volt egyszer ebben a témában kifejezetten az egyik karácsony előtt egy szakértő, és ő statisztikákat mondott európai országokról, hogy abban hol állunk halfogyasztásba, és hát már nem emlékszem, hogy a legutolsó sajnos helyen, vagy, de nagyon a legvégén az a lényeg, úgyhogy valóban nagyon alacsonyan van ez. Igen. Én még azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye Nagymező utcában van egy másik üzletetek azóta? Fehérvári úti vásárcsarnokban. De az nem volt? Volt, igen, volt a Nagymező utca, az volt egyébként a második üzlet, de azt egyébként pont most tavasszal zártuk be, kénytelenek voltunk bezárni, el kellett jönni onnan. Valahogy az a lokáció, vagy arra a lokációra nem illett rá ez a koncepció. Sokan megfordultak ugyanott, tehát még azt is gondoltuk, amikor azt a helyet megtaláltuk, hogy ez még sokkal jobb lesz, mint a Lövőház utca. De mégsem igazolta ezt az idő, úgyhogy megnyitotta a Fehérvári úti vásárcsarnokban a harmadik, és akkor végül is mostanra megmaradt az a kettő, a Fény utcai, a Lövőház utcai, meg a Fehérvári úti. És további terjeszkedést terveztek, vagy most egyelőre ez így elég? Azt gondoljuk, hogy a bárok tekintetében most egyelőre szerintem így ez a kettő így stabilan működik, és inkább más területeken próbálunk majd terjeszkedni. A hőkezelt termékekkel sokkal könnyebb nyilván, ugye szélesebb területet lefedni, akár országos szinten is, úgyhogy most a terveink inkább ezekre irányulnak, illetve néhány kiegészítő termékeket, vagy terméket találtunk ki, és azzal fogunk most a közeljövőben előjönni, ilyen szószók, vadasmár, mártás, zöldségalap, mártás, barna mártás, ilyesmi. A vásározást, ami ugye az ős élményetek, hogy így mondjam, az indulással, és mondtad, hogy milyen jó volt ott a karácsonyi vásárba a visszajelzés, azt folytatjátok ebből a lendületből fakadóan, vagy nincs ilyen vásározós jelenlétetek? Fölmerül mindig. Nem építettük ki ezt a vonalat egyébként annak ellenére, hogy pont ezzel indultunk. Van benne lehetőség, biztos vagyok benne. Egyelőre a kapacitásunk nem volt erre, vagy nem adott erre lehetőséget, hogy erre így figyeljünk rendszeresen, de mindig fölmerül, és valószínűleg érdemes lenne igen, így ezt az irányt is erősíteni. Még a mennyiségre kérdeznék rá, mert hogy mondjuk valamelyik báratokba, vagy akár mindkettőbe együtt, ha úgy tudod, hogy mekkora mennyiségű alaplét készítetek egy nap? Majdnem minden nap van főzés. Most konkrét számokat nem fogok neked tudni mondani. Nyilván ez időszaktól is függ egyébként, és a nyári időszak az kevésbé kellendő, mond nekünk igazából ugye a hidegebb időszak. Ja, ez ahogy a fagyisokkal váltásba dolgoztak. Igen, abszolút. Abszolút, de heti szinten több ezer literről van szó. És gondolom, hogyha beválnak a terveitek, vagy felpörgetitek ezt a hogy akár boltokba is eljuttatni nagyobb mennyiségbe, akkor ez növeked
Hát persze, igen, az jelentősen. A tervünk is egyébként, igen, igen, igen. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és mindezt elmondtad nekünk. A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy hallgatnak minket, vagy hallgattok minket, és tegyetek továbbra is így, ne feledjetek regisztrálni a 24.hu-ra, amivel nagyban segítitek a munkánkat. A Filéző podcast adásait megtaláljátok az oldalon, illetve a Spotify-on vagy bármilyen streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!